Én Sősápon születtem 1973-ba, és viszonylag rövid időt éltem ott, 14 éves koromig, de úgy gondolom, hogy azért a gyerekkor az meghatározó időszak az életemben, illetve hálás lehetek azért, hogy a családom még most is így mögöttem van, tehát élnek még a szüleim, él a testvérem, már a nagymamáimat, nagyszüleimet így elveszítettem, de hogy így azt gondolom, hogy így a gyerekkor az egy ilyen támasz, meg egy ilyen, hát, ilyen felhőtlen időszak az életemben. És ami így nagyon meghatározó, talán ugye a neveltetés, hogy így sok biztos alapot kaptam így a szüleimen keresztül, aztán nagyon meghatározó a sősápi közösség, ahonnan így származom. Vannak így barátaim még az általános iskolából, és talán még ami legmeghatározóbb az a hitnek az alakulása, mert hogy a hitet is így a családon keresztül, illetve a sősápi közösségen keresztül kaptam. Így a vallás az talán így természetes volt így a családunk életébe, bár így hullámhegyek, hullámvölgyek jellemzik. A nagymamám volt az anyai részről a nagymamám, aki így stabil vallásosságot mutatott így elém, meg talán ő volt az, aki így bevezetett így a hitéletbe is. A szüleim generációja, amivel ők így a szocializmus idején nőttek fel, önállók ez ilyen hullámzó volt. Tehát ők is mondjuk gyerekkorukban gyakorolták, apukám is járt minisztrálni, de amikor ők is már megismerkedtek egymással, illetve amikor engem neveltek, akkor ők nem voltak úgymond vallásgyakorló emberek, viszont azt meg nem tiltották, hogy én megmenjek így a nagymamámmal. Amiért így szintén hálás vagyok, hogy az otthoni plébánosunk, hát én is ugye pont ebben az időszakban voltam általános iskolás, amikor nem lehetett hitoktatás, de valahogy mégis meg is szervezte a hitoktatást, tehát hogy volt iskolai hitoktatás is, bár arra emlékszem, hogy magyar tanárunk megkérdezte tőlünk, hogy ki jár templomba. És akkor én éppenséggel nem annyira figyeltem oda az órán, és a barátnőmmel beszélgettem, és ugye az meg is maradt így szégyenbe, nem is értettem, hogy mi a kérdés, és én meg föl se álltam, és akkor kicsit úgy bántott is, hogy na nem vallom meg, hogy én járok templomba. Tehát, hogy olyan kettős volt, hogy egyrészt az iskola adott azért helyet a hitoktatásnak reggel 7 órától, másrészt pedig azért ellenezte is. Tehát ez volt így az általános iskolában a tapasztalat, illetve ami még talán így bátrabb lépés volt a plébánosunktól, hogy így 8-os gyerekektől fölfele így kis csoportot alakított ki, és akkor a plébániára lehetett menni, megbízott így középiskolás, vagy olyan nagyobbakat, akik már esetleg így fiatal házasok voltak, hogy foglalkozzanak így csoportokkal, gyerekekkel, és az nekem egy ilyen nagyobb élmény volt. Illetve a középiskolában úgy írattak a szüleim, hogy a Patrona Hungária gimnáziumba, és ez a 88-tól kezdtem a középiskolát, akkor még egyáltalán az országban kettő olyan iskola volt lányok számára, ahol katolikus nevelést biztosított a középiskola, és ott pedig úgy volt, hogy én is akartam menni, de természetesen azt még a szüleim nézték ki,
egy kicsit azt gondolom így róla, hogy talán ugye a mulasztásukat akarták pótolni, hogy aztán ők nem mutattak így példát, mert abban az időszakban, amikor én középiskolás voltam, akkor például ők is jártak így templomba. De így utólag visszagondolva, így a gimnáziumért nagyon hálás vagyok, mert hogy ott meg a hitem gondolom, hogy így érett. Tehát, hogy ott volt rá lehetőség, hogy bemeltünk bármikor a kápolnába, akkor voltak adventi lelki napok, nagybőjti lelki napok, akkor a kirándulásban is természetes volt, hogy mondjuk plébániákat is meglátogattunk. Tehát, hogy igazából így a saját belső indítatáson vagy nyitottságon kívül azért azt hiszem, hogy sok támaszt kaptam. Így a hitfejlődésben volt azért egy ilyen döntő év, az amikor leérettségiztem, akkor azaz ilyen 18-19 éves koromban, akkor így magamba is felvetődött, meg talán így tudatosan is megfogalmazódott, hogy most én miért vagyok ugye hívő ember. Hogy azért vagyok hívő ember, mert hogy mondjuk engem így neveltek, vagy hogy ez jelente nekem többet. És akkor valahogy úgy el is döntöttem, hogy hát most ezt az évet így kiváljuk, és akkor vagy igen, vagy nem, mert hogyha ez úgy nem azonos velem, akkor így külsőség miatt nem fogom tenni, ha meg azonos velem, akkor meg ez az én utam. És ebben az időszakban volt egy ilyen nyári tábori élményem, ami nagyon sokat jelentett így a számomra, hogy minden nyáron elmentünk a plébániai közösséggel egy hetes gyerektáborba. Kezdetben én, mint ugye résztvevő voltam, később meg mint csoportvezető, és ilyen 19 évesen akkor már én is csoportvezető voltam, és akkor, ha jól emlékszem, akkor talán így ötödikesek voltak rám bízva, és akkor kellett nekik különböző foglalkozást tartani, és az egyik csütörtöki este, akkor így a kápolnába vittük be őket, így be voltak osztva, hogy hány órától hány óráig melyik csoport van, és akkor volt egy ilyen élményem, hogy valahogy a hit meg a Jóisten a számomra így része az életemnek. Ezt így nehéz így visszaadni, de egy olyan úgymond hitbeli tapasztalatom volt, hogy a Jóistennek a szeretete, azt úgy nagyon éreztem, hogy így közel jön, és hogy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy úgymond ilyen rangsor az életembe, hogy elsőnek én is így a Jóisten szeretném szeretni, utána majd a családom, a gyerekeimet és a többi embert, akkor még így a hivatás így nem fogalmazódott meg bennem, hanem inkább ez a hit melletti elkötelezett döntés volt, hogy egyrészt mondom, úgy is neveltek, másrészt sok külső segítséget is kaptam, de volt egy ilyen döntés az életemben, amikor így azt mondtam, hogy igen, akkor ez nekem is úgy teljesen azonos. Ez inkább talán egy ilyen fiatal felnőttkori döntés, ami azóta is úgy része az életemnek. Hát a gyerekként ugye sokfajta ilyen reális meg irreális elképzelésem is volt, például szerettem volna stewardess lenni, gondolom így tévéből vagy hallomásból tetszett ez a foglalkozás, hát akkor gondolom ugye a tévé hatására énekesnő is, ami meg persze teljesen irreális, mert nem is vagyok így zeneileg tehetséges, de ami azért is szerettem volna lenni, még a hivatás előtt megfogalmazódott, az a tanárság. Tehát, hogy amikor még egyetemre felvételiztem, akkor már úgy felvételiztem, hogy hittem meg német tanárnak, de akkor még nem volt bennem az a döntés, hogy szerzetes is szeretnék lenni, de a tanárság akkor az már úgy kialakult bennem. Thank you.
Ez úgy érdekes volt, hogy bennem is így hogyan alakult, meg hogy a család ezt ugye hogyan vette észre, vagy én hogyan közöltem, mert így mondjuk utólag visszagondolva, hogy benne volt az is szerintem, hogy így eleve én is ilyen elmélkedőbb típusú vagyok, és hogy így vezettem naplót, és akkor abban így le is írtam ezeket a folyamatokat. A tiltakozás az az anyukám részéről volt. Így a megmondás az nekem úgy egyértelmű volt, hogy megmondom, mert úgy olyan kapcsolatom volt, megvan a szüleimmel, hogy őszinte. Azt tudtam én is, vagy úgy sejtettem, hogy nem fogják ilyen könnyen fogadni. Még amilyen nehezebb volt benne, főleg így anyukám részéről, hogy egy picit úgymond zsarolt, hogy na most még maradjak otthon egy évet, meg hogy én még ugye nem ismerem az életet, és majd ha egy év után is így gondolom, akkor majd menjek el a közösségbe. De én meg úgy gondoltam, hogy hát ha most érik meg bennem a dolog, akkor ez nem olyan, hogy na most ezt így nyúzni kell, meg kölcsönösen most egy évig felvállalni a konfliktust, az sem lett volna egy így jó ötlet. Utólag úgy látom, hogy ezt a feszült időszakot is nem baj, hogy így kibírtam, mert hogy így az élethez az is hozzátartozik, hogy kiáll valaki a döntésért. Még apukám volt így érdekesebb, mert ő is még mind a mai napig, aki egy picit így a hitben távolabb van, de ő meg úgy, mint férfi jellem, akkor mondta, hogy hát végülis ez az én életem, és hogy ő később nem akarja tőlem azt hallani, hogy azért, mert hogy ő engem befolyásolt, ezért boldogtalan lettem, hogy ez nekem kell, hogy a döntésem legyen, és akkor ő így sokkal szabadabban hagyott. Az volt, hogy érdekes, hogy úgy valaki úgy már meglátta bennem, hogy úgy nem lepődött meg rajta, hogy én ezt az utat választom. Úgy volt, aki úgy sajnálta, hogy mondjuk elkerülök, vagy hogy az a része, hogy nem lesz családom, de úgy alapvetően úgy nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy ez olyan idegen tőlem, és hogy rossz utat választok. 90-es évek végén volt, amikor én beléptem, és nagyjából a pár évvel ezelőtt, tehát a belépésem előtt pár évvel korábban indultak újra a szerzetes rendek. És akkor még nem volt egy ilyen kitaposott úgymond módszer vagy út, hanem így a nővéreknek ez a tapasztalata, hogy ők ugyanúgy látták az illegalitás évei alatt is, amikor ugye nem működhettek a szerzetes rendek, hogy vannak emberek, akiket a Jóisten erre az útra hív. És akkor nekik ez egy ilyen belső megérzés volt, meg nekem is egy ilyen belső megérzés, és akkor ez így valahogy ugye így egymásra talált. Most így 20 év elteltével azért úgy látom, hogy így a fiatalok is rengeteget változnak, az életkörülmények is, az egyháznak is teljesen más így a helyzete, meg a lehetősége, és most a mi rendünk is sokkal több utat kínál a fiataloknak, hogy egyrészt megismerjék magukat, másrészt megismerjék az egyházat, a hitet, azt, hogy így a Jóisten mit várna tőlük, tehát most több ilyen úgymond nyitott alkalom, meg felkészülő lehetőség van a döntésre, de az az én időszakomban ez így kimaradt. Hogy mondjuk egy szerzetes mivel foglalkozik, azt nagyon meghatározza az a közösség, amelyikhez tartozik. A Domonkos renden belül is van olyan irány, bár Magyarországon nincsen, de talán így történelmileg mindenki számára ismert Árpádházi Szent Margitnak a személye, és az ő személye, meg az ő élete az a szemlélődő hivatáshoz kapcsolódik. Ami azt jelenti, hogy egy szerzetes nő, vagy egy szerzetes, akkor a kolostorban van, és akkor benti munkát végez, vagy főleg imádság az ő életének a legtöbb ideje. A másik irányvonal, ami pedig a 19. századtól alakult ki így az egyházban a szerzetes rendek között, hogy úgymond apostoli munkát, tehát hogy külső tevékenységet is végez egy szerzetes, és ez a Domonkos rendben a mi kongregációnk, ami szintén Árpádházi Szent Margitnak a nevét viseli, azt az irányvonalat választotta, hogy így fiataloknak a nevelése. De ez egy tág lehetőség, és akkor azt én tudtam, hogy amikor így beléptem a közösségbe, hogy akkor a nővérek hitoktatnak, tanítanak, tehát ez ugyanúgy fontos volt a számomra, hogy ilyen aktív életet is éljek. És így alapvetően akkor így a közösség dönti el, hogy az a közösség milyen tevékenységet folytat,
és ahhoz illik ugye a nővéreknek is az egyes tevékenysége. Múlt órán is, hogy a gyerekek itt voltunk a templomba. Egy picit körülnéztek, akkor mi az, ami más, mint a múlt héten? Észrevesztek-e valami különbséget? Így van, tehát nincs fönn a jászol, így van. Amikor bejöttünk, akkor nem biztos, hogy figyeltétek, a Betlehem még megvan, de az sincs kivilágítva, illetve nincs itt a jászol, mert hogy a most vasárnapon lezárult a karácsonyi időszak, és a most vasárnapnak az volt az evangélium, amit most is felolvasok, amit az üvegablakon is látható. Ha picit odaláttok arra az első üvegablakra, mit ábrázol az az üvegablak? Azt látjátok, hogy ki van rajta, meg hogy hol van rajta? Jézust, így van. És akkor Jézus mögött ki áll, azt tudjátok-e, vagy mit csinál, aki ott mögött áll? Tökéletes, így van. Tehát ez az üvegfestmény, ez ugye Jézus megkeresztelkedését ábrázolja, ahol ott van Jézus a Jordán folyóban, ott van mellette, aki megkereszteli. Hát ott nagyon egyszerűen úgy hívják, hogy keresztelő Szent János. Nagyon ügyes vagy. És akkor még látható fölötte egy galamb. Mit jelképez az a galamb, azt tudjátok-e? Na majd akkor ezt meghallgatjuk az evangéliumból, jó? Üljetek le! Jézus megkeresztelkedése. Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani. Nekem van szükségem a te keresztségedre, mondta, és te jössz hozzám? Jézus ezt mondta, hagyd ezt most. Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva. Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből, akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb leszáll, és föléje ereszkedett. Az égből pedig szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Mi közösségünknek van egy meghatározott napirendje, és nekünk az nagyon fontos, hogy legyenek olyan idők, amit így közösen töltünk el, ugye ezért is kell a napirend, meg van olyan rész, amiben az ember így szabadon lehet jelen, illetve van olyan rész, amit a munka határoz meg, és akkor így az én napirendemben, ami biztosan, hogy ugye így fix pont, az a reggeli közös imádság a nővérekkel, az 5 óra 50-kor kezdődik, az egy közös imádság, az egyháznak az imája a zsolozsma. Ficit potenciam in bracio sum, dispersi supercus menta corde sui, vivo sui potentis de sede, et exalta vitum ilis. Resurrientes in vivit bonis, et divites dimis et inanis, sus vivitis regulatum sum, recordatus misericordiis sui, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semine eius in saecula, gloria patria. Utána szintén közösen veszünk részt Szent Misén. És akkor
egyéni ima, hogy hogyan van meg, amikor így személyesen vagyok a kápolnában, az az én időbeosztásomon múlik. Általában én a közös ima előtt szoktam még egy fél órát bemenni, illetve délután, amikor hazaérek, akkor egy olyan 3/4 órát, attól függ, hogy hogyan van rá így idő meg lehetőség. És akkor a délelőtt az biztos, hogy így iskolai tevékenység most így jelen esetben így az én életemben. Aztán a délután az megint ugye attól függ, hogy mikor érek haza, meg milyen feladatok vannak, így ami az iskolához kapcsolódik. És amikor délután hazaérek, akkor van egy kevés rész, amiben én rendelkezem, de általában mostanában viszonylag későn érek haza. És akkor az első közös programunk az a szintén zsolozsma, délután 6 órakor, utána van így közös vacsora, ami arra is keret, hogy egymással beszélgessünk egy kicsit, és akkor ezt folytatjuk még egy fél órás szentségimádással, illetve a napot pedig a kompletórium imádsága zárja le. Tehát ez az, ami így közös. Bár így az estékben is azért van olyan változatosság, hogy nem mindig csak a vacsora, az ilyen közösségi alkalom, hanem van keddenként direkt olyan esténk, amikor így többfajta módon tudunk egymással beszélgetni. Van, hogy így egy kicsit a hónapról beszélgetünk, hogy hogyan éltük meg, van, hogy mikor kicsit tervezünk, hogy mi lesz a következő időszak, aztán a vasárnap meg a hétvége szokott egy picit így változatosabb lenni. Ott is van egy olyan alkalom, amikor így kötetlenül vagyunk így együtt vasárnap este. Tehát, hogy ezek a fix pontok, ami így az egész nővérközösséget érinti, és a fennlevő rész, az pedig kicsit így mindenkinek a saját beosztásától is függ. Most, hogy a tavalyi tanévtől kezdve a Liszt Ferenc iskolának a Domonkos Nővérek közössége lett a fenntartója, így nekem is így többfajta lehetőségem nyílik így a gyerekekkel való kapcsolatra. Egyrészt én is ismét tanítom a szaktantárgyamat egy csoportban, németet, aztán a hittant, azt nem olyan formában tanítom, hogy úgymond csak hittan, hanem mivel mi ezt az iskolát átvettük, ezért azokat a gyerekeket, akik nem hozzánk iratkoztak be elsőben, másodikban, mert még csak 2 ilyen osztályunk van, őértük is így felelősséggel tartozunk, és velük pedig például etika óra keretében ismerkedünk meg, amilyen átlagos témákat jelent, nem feltétlenül hitéleti témát, de annak a témáját, hogy hogyan lehet mégis szebb az élete egy-egy embernek. Próbáljátok meg ötleteket gyűjteni, úgyhogy középre ide a tenyérnek a kör alakú részébe föl kell írni, vagy ezzel a színnel, vagy választhatok más színt is, hogy tisztelet, és az 5 újba 5 ötletet kell írni, hogy hogyan tudjuk kifejezni egymás felé a tiszteletet. Ez lehet úgy is, hogyha visszagondolsz az óra elejé játékra, hogy abba például mi az, ami kifejezte a tiszteletet, vagy ha valahova bemész, hogyan fejezed ki, hogyha játszotok, van véleményed, hogyan. Tehát próbáljátok meg így ötletek szintjén az 5 újba beírni, hogy a tiszteletet hogyan fejezzük ki. Középre kerül az a szó, hogy tisztelet. Jó? De jó. Hát nektek már meg is van. Már csak egy hiányzik. Figyelem. Jaj, de jó. Rossz vélemény megnyilvánítása. Azt mit értünk alatt, hogy rossz vélemény megnyilvánítása? Hát például, ha rossz. Igen, de akkor nem biztos, hogy az a szóra gondoltatok, mert a megnyilvánítás az nekem azt jelenti, hogy kifejezem a rossz véleményemet. Akkor pontosan nem erre gondoltatok, ugye? Akkor ezt hogyan lehet megfogalmazni? Tehát, hogy például... Hogy azzal egyetértetek, bár ez teljesen más szó, hogy nem utasítok el másokat. Hát a rossz vélemény megnyilvánítása. Hogy? Hát a rossz vélemény megnyilvánítása az picit jobban. De a megnyilvánítás, Nimrod, az azt jelenti, hogy kimondom a rossz véleményemet. És ti meg nem erre gondoltatok, pont az ellenkezőjére gondoltatok. Nem, Nimrod? Hát, de... Ha neked úgy jó, akkor még hát egy nemet, nemet tehetsz. Ha, hó, nézzél rám?
Akkor beleteted a nemet, hogyha neked ez így érthető. Jó? Tehát nem nyilvánítok rossz véleményt. Ami nekem így most talán így a tapasztalatom, hogy így annyira sok minden hatás ér egy-egy embert, így külső hatás, akár gazdasági, akár politikai, és hogy túl sok információ jut el egy-egy emberhez, és hogy így hajlamos ugye a mai ember egy picit így a felszínen maradni. De úgy azt gondolom, hogyha mondjuk valaki úgy tud időt szánni egy kicsit az elcsendesedésre, vagy az, hogy olyan indításokat kövessen, ami tényleg a lelkéből fakad, akkor azokat nagyon jó követni. És az biztos, hogy minden emberben megvan, csak kérdés az, hogy mennyire merek úgy saját magamhoz közel kerülni. És hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy merje mindenki magához közel kerülni, és azokat a belső indítatásokat követni, amik úgy megszólalnak benne. Az apostolok cselekedeteiből. Péter és János a 9 órai imádság idején fölment a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit minden nap letettek a templom úgynevezett ékes kapujánál, hogy a templomba menőktől alamisnát kérjen. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint éppen be akartak menni a templomba, alamisnáért könyörgött. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá. Nézd ránk! Erre rájuk emelte tekintetét, abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban ezt mondta neki. Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében állj fel és járj!